Szerbusztok, üdvözöllek titeket itt egy újabb videóban. Innen a Mamut mellől, Széna térről, de lényegtelen most a helyszín, hiszen a mai videóban szeretnék reagálni majd a kommentjeitekre, hiszen nagyon rég volt ilyen videó, és rengeteg komment összegyűlt. Ugye köszönhető annak is, hogy kettő olyan videó született az elmúlt hónapokban, amik nagyon nagyot mentek itt a YouTube csatornámon, hiszen gyakorlatilag az egyik ilyen videó volt a Szellempályaudvar Budapesten, ugye ahol a déli pályaudvar kritikus állapotait mutattam be. Ugye ez nem pár hónapja készült, azért már jó fél éve, viszont most pörgött fel igazán, hiszen képzeljétek el, egy híroldal megosztotta a videómat, így ezáltal nagyon sokan, akik nincsenek feliratkozva, azok is rátaláltak, valamint ugye a másik videóm, ami több mint 14 ezer fölött jár most már, a Hős utcai bejárás, amikor megnéztük a ott található Szellem gettó házat. Igen, és ezekből is jöttek kommentek, de szépen lassan haladjunk. Engedjétek meg, hogy ne mondjak neveket, valamint nem biztos, hogy fogom tudni mondani, hogy melyik videóról van szó, mert legtöbbször a komment az nem is kapcsolódik a videó témájához, úgyhogy ahol fontosat ki fogom emelni, de egyébként meg lényegtelen, magára a kommentre fogok reagálni. Nézzük az első kommenteket. Ugye az első komment, ami érkezett nekem, mármint amit így összegyűjtöttem, hogy szerintem semmi baj nincs az 50 forinttal, ha szükséged van erre a pénzre, visszaviszed a palackot, visszakapod. Ha nagyon zavarna ez az 50 forint, akkor rendszeresen visszavinném. Kaptam ezt a kommentet arra a videómra, ahol kiakadtam azon, hogy 50 forintba kerül most már a palacnak az ára. És hát valahol igazad van, ha valakinek kell az 50 forint, az valóban visszaviszi, hogyha zavarja. Valaki örül neki, mert tényleg azért van egy nemes oldala ennek, egy nemes célja, hogy minél kevesebb műanyag szemetet termeljünk, valamint dobjunk el, mert ugye nem mi termeljük, de azért amikor megvesszük, mi felelősségünk az, hogy jó helyre kerüljön és visszavigyük, ahogyan tudjuk, és ugye hát hogyan lehet rábírni az embereket, mint hogy fizetős az egész, amivel alapvetően nem lenne gond, hogyha nem minden műanyagból lenne, hiszen azt nem mi döntjük el, hogy a kólás, vagy a kóla üdítőital például, most mondtam egy példát, hogy a víz, ez műanyag flakonban van, és nem mondjuk üvegben, vagy tetrapakban, úgyhogy ez nem a mi hibánk. Tudom, egyre kevesebbet kéne belőle venni, de hát emberek, inni kell, főleg, hogy itt a nyár, úgyhogy én ezért tartom ezt nem túl etikus dolognak. Valamint itt nem ezzel volt a probléma magával az 50 forinttal, hanem hogy nem arányos azzal a mennyisége, amit veszel. Tehát, hogyha te veszel egy kisebb palackot, akkor ne kerüljön már ugyanannyiba, mint ha nagyobb palackot vennél, akkor legyen arányos az összeg, mint annó volt, hogy a sörös üveg 25 forint volt, akkor a boros üveg 10 forint volt, valamint a melyik volt a szörpös üveg meg 67 forint, tehát legyen azért különbség ezek között, itt ezzel volt leginkább a probléma, de értem a kommentedet és a megközelítésedet. Azt mondja, a rendezetlen, elhanyagolt, reménytelen városrészek és maga a riport zavaros, ezt kaptam a Józsefvárosi pályaudvaros videómra. Hát igen, valóban elszomorító, hogy Budapesten milyen elhanyagolt részek vannak. Az a része viszont, hogy a riport zavaros, előre is mondom, hogy én nem riportot csinálok, ez nem egy tévéadás, ahol hírcsatorna-szerűen öntöm magamból az információkat, hanem ez egy vlog, ez egy személyes vélemény, az én nevemmel fut a csatorna, úgyhogy ez vlog és nem riport, de a zavaros, az elhiszem, vannak néha olyan dolgok, amiben én sem tudok jobban belelátni, mint amennyit utána tudok olvasni. Ezben meg ellenfény van, mert már délután van, de azért próbálok haladni a kommentekkel, ez ne zavarjon titeket, itt a lényeg, amit én mondok, nem az én arcom. Jött egy ilyen, hogy nem a Hős utca volt a legkeményebb utca, mindegyik kerületben mindenfajta emberek megtalálhatóak. Sok lakóházban, hogyha volt ott valami probléma, akkor azok a rendőrök mentek oda, akik ilyen helyzetre fel vannak készülve. Például Cserei utca egyik lakóháza, jött egy ilyen komment. Hát igen, de a Hős utca volt mindig is a legismertebb.
Hát pont nem jó helyet választottam egyébként ennek a vlognak, itt a Margit körúton, főleg itt a délutáni csúcsban. Zörögnek itt a 4-es, 6-os villamosok. A lényeg az, hogy a Hős utca volt igen a legismertebb, úgyhogy azt valóban beismerem, hogy mindenhol vannak. És az a baj, hogy ezzel, hogy felszámolták a Hős utcai gettót, gyakorlatilag most már minden kerületben, illetve az agglomerációban szétszóródtak ezek az emberek, mert ezek nem nyelte el őket a föld, tehát valóban el kellett nekik költözni. És ahogy szétszóródtak a városban, azért most már egyre több helyen van atrocitás. Engem például múltkor a Bakcsomóponnál élt ilyen hajnalban, pedig nem is gondolná az ember, mert Buda, tehát egy normális környék, 12. kerület, azért ott eléggé drága házak vannak, tehát nem gondolná az ember, mégis ott támadott meg múltkor engem az egyik. Ilyet. Szóval igen, van probléma bőven, főleg itt a elővárosban, azért Békásmegyenen se higgyétek azt, hogy minden rendben van, ott is vannak ilyen emberek, akik gyakorlatilag zaklatnak másokat, illetve a járműveken is sűrűn előfordulnak, úgyhogy hát igen, az a baj, hogy meg kéne oldani itt a lakhatás, meg minden más problémát a kormánynak, és akkor talán kevésbé lenne ilyen rossz a helyzet. Közben meg szerintem lemegyek egy csendesebb utcába, hogy értsétek is, amit mondok. Nem mindig a 4-es 6-osnak a dübörgését kellje hallgatni, vagy a elhaladó embereket itt a Margit körúton. És haladok tovább a kommentekkel. Azt mondják, hogy Budapest világváros és hajnali 4:30-kor üres egy vasúti pályaudvar, az üzletek megzárva. Röhögős fej. Igen, ez érkezett a déli pályaudvaros videómra, ez a komment. Gyakorlatilag elismerem, igen, hajnalba mentem, de egyébként ezt a videó elején ki is hangsúlyoztam, hogy hajnal van, tehát hogy itt nem azt szerettem volna bemutatni, hogy azért nincsen ember, mert hajnalban miért nem jár a vonat, hanem azért van alig ember, mert gyakorlatilag nincsen szolgáltatás abban az aluljáróban. Rengeteg üzlet megszűnt, romos állapotban van, bezárt, úgyhogy ezt akartam megmutatni, mert nem az, hogy éppen le van húzva a roló, és most nincs nyitva a kisközért, mert nyilván akkor tudja az ember, hogy azért napközben sejti, hogy van élet, hanem gyakorlatilag a szétbombázott üzlethelyiségeket mutattam meg a videóban, úgyhogy gyakorlatilag ebből következtetve napközben sem akkora forgalom ott az aluljáróban, és mondom, ebben a videóban csak a déli pályaudvar állapotát mutattam be, és nem pedig az, hogy hajnalban miért nincsenek emberek. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy valaki így kifogja ezt a részét a dolognak, és nem érti meg a lényegét a videónak. Igen, ez közben meg Zsák utca. Nem baj, legalább itt csönd van. Azt mondja, gyorsan haladok, már csak két komment. Azt mondja, butaságokat beszélsz, de nagyon külvárosi rész, persze, hogy kevesen van, a külvárosi járatok úgy működnek, hogy reggel beirányba terítődik a jármű, délután a kiirányba. Általában a külvárosi járatok végállomásán nem nagyon van tömeg. Délután meg ki irányba folyamatosan csökken az utasszám. Ezt kaptam ugye arra a videómra, ahol a Kerebélyi vasútvonalról volt szó, de ugye volt egy rövid szegmense, ahol a 52-es villamosról beszéltem, hogy gyakorlatilag alig utazik itt valaki, és egyébként simán busszal is lehetne pótolni. Nem értem, hogy itt miért fontos a villamosfejlesztés, már hogyha lenne villamos fejlesztés, de egyébként azt is megemlítettem, hogy lehetne ezt értelmesebben is csinálni, gyakorlatilag úgy, hogy mindkét irányba a Török-Flóris utcán közlekedne az 52-es, hiszen a Vörösmarty utcában nincs nagyon értelme, hogy menjen az 52-es villamos, mert tudom, és ezt személyesen mondom neked, lehet, hogy azt hiszed, hogy én most pont a videó időpontjában mentem oda, de nem, én laktam ott a környéken, Pesterzsébeten, jártam rendszeresen az 52-es villamossal, és elmondom neked, hogy napközben meg reggeli csúcsban sincs olyan nagy tömeg, mindenki inkább a 36-os vagy a 35-ös buszt választja, és azzal érik el a 23-as buszt, amivel elérik a belvárost. Lehet, hogy azóta változott a helyzet ugye a 2B bevezetésével, de nem hiszem, hogy olyan nagy mértékben megnövekedett volna, mint akár a 4-es, 6-os villamos, vagy bármilyen másiknak a forgalma. Úgyhogy itt az lenne a megoldás, hogyha
nem több utcán keresztül egy vágányon közlekedne, hanem végig lemenne a török flórison, és mondjuk a 35-ös busz lenne átterelve abba a Vörösmarty utcába, és onnan kanyarodna ki, mert szerintem fölösleges, hogy így közlekedjen járat. Szóval én egyáltalán nem a villamos ellen vagyok, szerintem ezt mindenki észrevette, aki követi a csatornámat, hogy a kötött pályás közlekedési módot részesítem mindig előnyben, és mindig azt mondom, hogy legyen villamos. Hát ugye ez a baj az emberekkel, hogyha azt mondom, hogy legyen villamos, akkor jön a kötekedés, hogy minek, párhuzamosan megy metró, meg minden kifogás van rá. Ugye jó példa erre, amikor a új épülő Mariana lakótelepről készítettem a videót, hogy ott is bele lett ebbe kötve. Valamint, hogyha meg azt mondom, hogy ide nem kell villamos, mert felesleges, mert nincs akkora utasforgalom, akkor meg az a baj, hogy hát, hogy én miért mondok ilyen hülyeségeket? Miért ne kellene ide villamos? Gyerekek, most akkor döntsétek el, hogy melyik a nagyobb hülyeség. Mindegy, lényegtelen, ugorjunk tovább a következőre. Egy névtelen kommentelőtől jött, gondolom csak oda tévedt a csatornára, szintén a Hős utcai videómhoz, hogy lerágott csont, én is forgattam már ott. Régen tűntek ott el emberek, égtek bent saját lakásukban, de mára már üres, bemenni azért nem mertél, nem úgy, mint a naplósok. Pár évvel ezelőtt még eredeti lett volna, de mára már semmi. Ja, és napi szinten járok arra, stop táblánál mindig megállok, hatásvadász, semmi videó. Hát köszönöm szépen ezt a aranyos kommentedet. Lerágott csont, hát nem is azért videóztam ott, hogy én hű de nagy nézettséget csináljak belőle, egyébként nem ez volt az eredeti tervem, hanem engem mindig is érdekelt, hogy mi van ott, és nyilván tudtam, hogy már nincsenek ott nagy számban, és ezt ki is emelem a videómban, hogy úgy tudom, hogy már a nagy része elköltözött. Az, hogy mindenki elköltözött, arról fogalmam nem volt, azért volt bennem egy kicsit a para, mert úgy voltam vele, hát halakik még egy-két ember ott, és pont azért mertem oda menni, hát nyilván nem mertem volna oda menni, hiába azt mondott, hogy a naplós, heti naplósok oda mentek, de ők egy teljes tábbal mennek oda, én meg egyedül vagyok egy tele mobiltelefonnal a kezemben, úgyhogy nyilván nem fogom magamat életveszélybe sodorni, azért nézzem már rám, egy vékony gyerek vagyok, nem egy kigyúrt állat, felfegyverkezve meg minden, meg nem egy hatósági személy vagyok, nem fogok úgy csak egyedül besétálgatni az oroszlán szájba. Kettő, azért nem megyek be az épületbe, mert eléggé romos állapotban van. Nekem az nem hiányzik, hogy összedőljön alattam, mondjuk beszakadjon a padló, zuhanjak, összetörjem magam, vagy ne adj Isten meghalljak. Úgyhogy lehet, hogy vannak ilyen bátor emberek, én senkit nem buzdítok arra, hogy romos épületekbe járkáljon, mert életveszély, saját életével játszik az, aki ilyet tesz. Szerintem kívülről is meg lehet mutatni azt, amit meg lehet. Úgyhogy ez nem egy hatásvadász videó volt, valóban ez volt egykor Budapest egyik legveszélyesebb utcája, és azért, mondom, azért videóztam, mert érdekelt engem, hogy mi a helyzet. Az, hogy ekkora nézettséget generált, annak én csak örülök, de nem ez volt a cél. Szóval ebben a videóban csak ennyit szerettem volna nektek elmondani. Reagáltam a kommentekre, és vissza fogunk térni majd a rendes tartalmakhoz, úgyhogy fognak majd érkezni bőven videók, ezért is érdemes feliratkozni a csatornámra, valamint érdemes csatornatagként is csatlakozni, hiszen most a csatornatagok többféle előnyt is élvezhetnek. Elsősorban gyakorlatilag visszanézhetik a minden hónapban elkészülő live videókat, tehát az élő adások visszatekinthetőek, mert fent hagyom nekik, illetve próbálok készíteni nekik külön videót, egy privát videó már elérhető csatornatagok számára, egy urbex, de majd még lesznek mások is, valamint az ilyen kommentekben reagálós videóban elsősorban majd az ő kommentjékre fogok reagálni, majd aztán a többire. Úgyhogy előnyt élvezhetnek ebben is, illetve vissza fogjuk azt vezetni, hogy elő fogják majd látni a videókat, úgyhogy érdemes csatlakozni, és megköszönök egy lájkot is. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a legközelebbi videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!